Lehet 32 hektárral kevesebb? Ezzel a címmel vezette fel a Budakalászi Önkormányzat a Lakossági Fórumon az elkészített új településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv bemutatását. A fórumon Kálmán Kinga főépítész ismertette a terveket. Nagyon örülök neki, hogy eljött ez a mai nap. Ez egy lakossági fórum, amin a városnak egy részével kapcsolatos szabályozási módosításokat szeretnénk bemutatni. Ez az egész tulajdonképpen a településrendezési tervek felülvizsgálatának a folyamatába ágyazódik be. Ennek a felülvizsgálatnak most az utolsó szakaszában vagyunk. És a felülvizsgálat célja, végső terméke az, hogy készül egy új szabályozási terv és helyi építési szabályzat. Ezeket azért minden építkező ismeri, ezeket a szavakat, azt hiszem, mert hogyha valaki építeni szeretne, akkor a helyi építési szabályzatban kell kikeresnie azokat a szabályokat, amelyek a telkére vonatkoznak, és a szabályozási terven meg is találja a tervlapon azt a saját telkét és a rá vonatkozó övezeti jelet, amelyik alapján a szabályokat ki lehet keresni. És azért, hogy ez a túlzsúfoltság megszűnjön, ezért nagyon határozottan lépni kell. A Város 4 éve irányító 2011 környezet és értékvédő egyesület választási programjának legfontosabb célja az újabb lakóparképítések és a fenntarthatatlan ütemű betelepülés megakadályozása. A tervek alapján jelentősen csökken a beépítésre szánt területek, illetve a kijelölt, de még be nem épült lakóterületek aránya, ugyanakkor a közpark és erdőterületek, valamint a beépítésre nem szánt sport és rekreációs célú különleges területek lényegesen több helyet kapnak a városban. Az Élhető Budakalász program 3 évvel ezelőtt indult, és egy nagyon hosszú előkészítő és tervező munka érkezett most a finisébe. Ez a mai lakossági fórumon itt a vezető tervezők és főépítészasszonnyal karöltve bemutatják az elkészült terveket. Mostani városvezetés eltökélt szándéka volt, hogy határozott fordulatot hozzon Budakalász életébe. Korábbi lakosságszámnövekedés és a beépítési szabályoknak a folyamatos lazulása után egy határozott irányváltást hirdettünk meg, ami most ért abba a fázisba, hogy most már mindenki számára megismerhetők a konkrét tervek. Röviden arról van szó, hogy 32 hektárral csökkenne a tervek szerint Budakalásznak a beépíthető területe, hiszen hogyha nem lépünk, akkor a mostani lakosságszám további 40%-kal emelkedne, amiről azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez fenntarthatatlan. Szeretnénk azt, hogy a településünk egy organikus fejlődésen menjen keresztül, és hogy mindenki számára élhető település legyen. Ezek a szabályok is, amelyeket ma ismertetnek a tervezők, ezt a célt szolgálják. A csütörtök délutáni fórumon elsősorban a hévsínek és a 11-es út közötti terület lakóit várták. A tervezők által készített tervezet elkészült, ezt föltettük a honlapra, közzétettük, és most a fórumon 3 részre osztva, tehát a várost 3 részre osztva mutatjuk be részterületenként, azért 3 részre, hogy kicsit több idő jusson minden témára, tehát hogy ne egyszer az egész város összes ügyét kelljen egy fórumon végigbeszélgetni, hanem egy kicsit mégis tagolva, fölbontva legyen, és tudjunk nyugodtabban figyelni a fölmerülő kérdésekre. A budakalásziak az interneten és a fórumokon is megismerkedhetnek a részletes dokumentumokkal, és október 5-ig írásban is véleményezhetik azokat. Ez a tervezet tehát egy tervezői javaslat, amelyikhez várjuk az észrevételeket, a kérdéseket, a terv még ezzel nincs lezárva, az észrevételek alapján még változtatásokat lehet rajta eszközölni. Alapvetően azonban az szükséges hozzá, hogy aki észrevételt tesz, azt írásban nyújtsa be. Október 5-én déli 12 óráig várjuk írásban az észrevételeket a településrendezés@budakalász.hu e-mail címre, és akkor minden befutó írásbeli észrevételre írásban fog válasz készülni. Ehhez annyit hozzá kell tennem, hogy nem személyesen postán fogunk válaszokat küldeni, hanem a válaszok össze lesznek gyűjtve egy nagy táblázatba, ahol mindenki láthatja a fölvetett kérdést és a választ is, a honlapon majd meg lehet találni. Úgyhogy itt tartunk most, hogy ezt a tervezetet szeretnénk bemutatni, és várjuk az észrevételeket. A folytatás az lesz egyébként, hogyha az észrevételek alapján javított terv elkészül, akkor még egy állami főépítészi végső ellenőrzésen fog átesni, és utána a képviselőtestület elé kerül jóváhagyás céljából. Úgy gondoljuk, hogy ez decemberben várható,
és így akkor január közepétől életbe tud lépni egy hatályos új szabályozási terv. A lakossági fórum szeptember 25-én hétfőn 17 órától folytatódik a Faluház nagytermében, a 11-es úttól a Duna felé eső terület lakosai számára, majd szeptember 26-án kedden, szintén 17 órától azokat a budakalásziakat várják, akik a hévsínektől a hegyek felé eső területeken élnek.